Csökkenti 10%-a a vízveszteségét, növeli a vízellátás biztonságát és javítja szolgáltatásának színvonalát a Bács Víz Zrt. 3-mal bővült a Benkó Zoltán Szabadidőközpont röplabdapályainak száma. Vörös kód lépett életbe a héten a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnál a hőség miatt. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják szerdán este 19 órakor. Csökkenti 10%-kal vízveszteségét, növeli a vízellátás biztonságát és javítja a szolgáltatásának színvonalát a Bács Víz Zrt. Kecskeméten és valószínűleg a két település önkormányzatával közösen 1,8 milliárd forintból. A projekt eddig megvalósított elemeit és a fejlesztések részleteit bemutató rendezvényt ma tartották meg a Bács Víz Zrt. A Kecskeméti Üzemirányító Központjában. Kecskemét megyei-jogú város önkormányzata, Ballószög nagyközség önkormányzata és a Bács Víz Zrt. Alkotta konzorcium sikeres pályázata révén indulhatott el az ivóvízhálózat korszerűsítési programja. A projekt célja a vízveszteség csökkentése, illetve a vízi közműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése a két településen. Az eddig megvalósított elemeit és a fejlesztések részleteit ma mutatták be a Bács Víz Zrt. Kecskeméti Üzemirányító Központjában. Kecskemét vonatkozásában egy nagyon fontos, úgynevezett keleti iparterületet érintett ez a beruházás, ahol olyan magas hozzáadott értékű tevékenység folyik, amelynek alapfeltétele a 024-es vízszolgáltatás. És bizony, hogyha egy ilyen aszbesztcemencső hibája miatt ez nem valósul meg, annak már komoly, akár nemzetgazdasági következményei is lehetnek. Szóval egy jelentős kockázattal szerintem kevesebb lesz a projekt befejeződése után, mellette kevesebb lesz a hálózati veszteség, tehát az a víz, ami elszivárog. V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízi közmű ágazatért felelős államtitkára nem csak a projekttel, hanem a vízi közmű szolgáltatással kapcsolatos gondolatait is megosztotta jelenlévőkkel. Az államtitkár arról beszélt, hogy az egész országban kiemelt feladat a vízvezetékek cseréje. Mérföldkőnek lenni kell az ágazat életében is, örülünk az eddig fejlesztéseknek, és nem felejtjük, hogy a fejlesztésekben is azért még hátra van, vagy 1000 település, ahol ugyan a lakosságnak 17%-a él, de még nincsen szennyvíz elvezetés tisztítás, zárójel bezárva, erről nem mondunk le. Azonban ami nem tűr halasztást, az az, hogy el kell kezdenünk nagy léptékben a vezetékeknek a felújítását. A Kecskeméten, illetve Ballószögön megvalósuló beruházásnak eredményeként 10%-kal csökken majd a vízveszteség. Összesen 1943 főt érint közvetlenül a beruházás, de Kecskemét lakosságának legalább felére lesz majd kedvező hatással. Gál József alpolgármester az eseményen elmondta, ez egy rendkívüli jelentőségű beruházás a két település számára. Annak a stratégiának is megfelel, ami a kormányzat stratégiája is, de az önkormányzaté is, hogy energiatakarékosan és minél hatékonyabb energiafelhasználással mindezek szerepelnek egyébként Kecskemét város klímastratégiájában és az egyéb dokumentumaiban is. Nagyon fontosnak tartja a városvezetés a vízzel való kiemelt foglalkozást. Varga Csaba, a Dunaszfal Zrt. Területi igazgatója ismertette a projekt fázisait a kivitelező szempontjából. A jelenlevők megtudhatták, hogy a projekt megvalósítása az ütemezés szerint halad, és hogy a 2023. október 30-ai megvalósítási határidő betartását akadályozó körülmény jelenleg nem áll fenn. Közel 7000 folyóméter vezetéket fogunk felújítani, cserélünk ki, mind-mind annak a tudatában, hogy az a meglévő rendszer, ami most jelentős hálózati veszteséggel dolgozik, az üzembiztosan hálózati veszteség nélkül tudja a lakosság számára a szükséges ivóvizet eljuttatni. Ezek Kecskemét város, megyei jogú város területén központosítva a Szent István körútra, a Mártírok útjára, a Betonkeverő útjára, illetve az Ipoly utcára vannak központosítva. Ballószögön a Bem utca és a Rákóczi utca között végzik el ezt a munkát. Közel 2800 vezetékcsere történt meg eddig. A telephelyen épül 3 darab nyomásfokozó állomás. Ebből 2-t már be is üzemeltek, egy 50 kW-os napelemparkot is telepítenek,
majd növelik az arzénmentesítés hatékonyságát is. Domb Aréna névre keresztelték az új strandlabda pályákat a Benkó Zoltán szabadidőközpontban. A modern új pályákat a kecskeméti strandlabda csapat játékosai vették ma elsőként birtokba. Több tucat fiatal középiskolás vettem a birtokba elsőként Kecskemét új strandlabda pályáit a Benkó Zoltán szabadidőközpontban. Három új pálya kapott helyet egymás mellett. Nagyon gyorsan nőtt a létszám az egyesületen belül, és szerettünk volna a gyerekeknek minél több játék lehetőséget, edzés lehetőséget biztosítani. Kása Róbert hozzátette, bár van strandröplabda pálya már Kecskeméten, de így sokkal könnyebb lesz a fiatalok edzését biztosítani. Ráadásul így a kecskeméti strandröplabda csapat játékosai mellett a holt időkben bárki elveszheti a strandröplabda küzdelmeket, most már profi, akár versenyre is alkalmas pályákon. Az új pálya együttes a Domb Aréna nevet kapta. Örömmel mondhatom, hogy a szabadidőközpontban egyre bővülnek ezek a lehetőségek, de nem csak itt, hanem a város területén is, hiszen ebben a konstrukcióban most már, ha jól gondolom, akkor ebben az évben a harmadik sportlétesítményt adjuk át. Ugye a műfűes focipálya, katona gimnázium melletti sportcsarnok, illetve most a strandlabda pályák. János István hozzátette, a jövőben is gondolkodnak hasonló fejlesztésekben, és a város igyekszik minden TAO-s beruházást támogatni, ami a tömegsportoknak kedvez. Az önkormányzat a sportszervezetek tevékenységét és az infrastruktúra létrejöttét egyaránt támogatja, ezzel is aktív szerepet vállalva a sportélet szervezésében. Vörös kód lépett életbe a héten a magyar-máltai szeretetszolgálatnál a hőség miatt. Kecskeméten is felkészültek a hajléktalan szállók arra, hogy minden ellátottjuk biztonságban legyen a rekkenő hőségben. Bárkit befogadnak a légkondicionált menedékhelyeken, hideg vizet osztanak nekik, és jó tanácsokkal látják el őket. Hideg vizet rejt a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Matkó Júti telephelyén lévő hűtő. Mindenki kap a folyadékból ebben a rekkenő hőségben. Nem csupán a megfelelő mennyiségű víz áll a hajléktalan szálló rendelkezésére. Elindították a klímákat, hogy mindenki hűvös helyen tudja átvészelni a legmelegebb napokat. A meleg miatt életbe lépő vörös kód alatt nincsen semmiféle kritériuma a szállás elfoglalásának. Mindenkit beengednek az éjjeli menedékhelyre és a nappali melegedőbe is. Az ott dolgozók jó tanácsokkal is ellátják a fedél nélkülieket. Például elmondják, hogy mennyi vizet kell fogyasztaniuk egy nap, hogy hogyan öltözködjenek a kánikulában, és felhívják a figyelmet arra, hogy ne közlekedjenek a napon. Kigyulladt a régi Rudolf laktanya egyik épületének tetőszerkezete a hajnalban. Egy elhagyatott laktanyaépület égett az Olimpia utcánál. A tűzoltók 6 vízsugárral oltották el a lángokat, ahol egy 1200 négyzetméteres téglafalú, pala és cseréfedésű elhagyatott épületrész és annak tetőszerkezete gyulladt ki. Az épület tetőszerkezetének fele megsemmisült. A város hivatásos tűzoltói mellett a Kiskunfélegyházi és a Ceglédi hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak a lángok megfékezésén. A közel 30 tűzoltó 6 vízsugárral és egy létrasugárral oltotta a lángokat. A tűzesetnél senki nem sérült meg. Kávéfőző robot programozása, additív labor és 3D szkennelés, applikációfejlesztés és jármű ügyességi feladatok várták a Neumann innovációs táborának résztvevőit. A hétfőn kezdődött nyári egyetemmel is felérő programra 25 városból 83 fiatal érkezett a Neumann János Egyetemre. Hétfőn vette kezdetét a GANF műszaki és informatikai kar által szervezett Neumann innovációs tábor a GANF kar és a Kecskeméti kampusz területén. A résztvevő fiatalok egyik feladata a kerékcsere verseny volt, ezt időre kellett elvégezni. Itt is fontos volt a csapatkommunikáció. A diákok azért érkeztek Kecskemétre, az egyetemre, hogy megismerkedhessenek a mérnöki és gazdasági területekkel, illetve hogy találkozzanak az egyetem oktatóival, miközben betekintést nyernek az egyetemi életbe. Szeretnénk megmutatni az itt lévő középiskolásoknak, hogy milyen képzések vannak itt nálunk, milyen műszaki, informatikai, gazdasági, logisztikai területekre tudnak
egy kis előismeretet szerezni, hogy utána, hogyha később szeretnének egyetemre venni, akkor jól tudjanak választani. A 25 városból érkezett 83 fiatal előzetesen különféle tematikára jelentkezhetett, a minden programozható tematikán belül például iOS applikációt fejlesztettek, pár teremmel távolabb egy játék programozásán dolgoznak a tanulók, az additív laborban pedig 3D szkenneléssel készítenek magukról sakbábú figurákat a diákok. Nem csak a szakmairól szól, hanem azt, hogy bemutassuk, hogy mi is nálunk a duális képzés. Ugye ez Kecskemétről indult, és ebben nagyon-nagyon jó partnereink a helyi cégek, úgyhogy több nagy cég ezt igazán fontosnak érezte, hogy eljöjjön, és akkor egy előadás, foglalkozás keretében megtudják a diákok, hogy hogyan is lehet valaki duális hallgató. A tábor lebonyolításában sokat segítenek a HÖK tagjai és az önkéntesek. A nyári programot a Neumann 2023 emlékév eseményeként szervezték meg az intézményben. Dobozművek címmel rendezett kiállítást a 75 éves Szem Adám György képzőművésznek a Híros Agóra. A tegnap megnyitott tárlatra a Kodály Művészeti Fesztivál keretében került sor. A művész jelenlétében nyílt meg július 11-én Szem Adám György Dobozművek című visszatekintő, életösszegző szándékú kiállítása a Híros Agóra földszinti kamara termében. A vernisszázson közreműködött Szem Adám Tamás, az alkotó gitárművész gyermeke, megnyitó beszédet Úrik Gábor képzőművész mondott, aki rövid, de igen találó felsorolásban ismertette, ki is az egyébként is nagyon változatos életű, immáron 75 éves alkotó. A Dobozművek címet viselő tárlata nem retrospektív kiállítás, a szó valódi jelentése szerint mégis egyfajta számadás, az életút összegzése. A művész a Covid időszakai alatt talált rá az őt eddig kevéssé jellemző dobozképek világára. Erre a tárlatra csupa asszamblást készített, ahol a dobozban vagy keretekben elhelyezett, megóvott, fontosnak ítélt tárgyak új értelmezést kaptak pusztán attól, hogy azonos térbe kerültek. A kiállítás számba veszi a művész jól ismert témáit, reflektál rá, megidézi pályatársait, új összefüggéseket teremt. Szem Adám kötődése a jelekhez, szimbólumokhoz régi keletű, Jankovics Marcellel és Hoppál Mihállyal hármasban hozzájuk kötődik a Jelképtár című alapmű. Közismert Szem Adám György elköteleződése a madarak iránt is, ornitológus végzettsége, szárnyaló művészi fantáziája és kreativitása emlékezetes madárképek sorozatát eredményezte eddigi pályafutása során. A visszatérő motivumok között most is ott találjuk a madarakat, de más tematikák jelenléte, mint az újabban központi helyet elfoglaló Afrika, a tarotkártya, a nagyszülők békebeli világa és az elveszített családtagok is megidéződnek az új dobozművekben. Ahogyan Úrik Gábor fogalmazta a megnyitóban, Szem Adám György az élet vágyott teljességét szeretné együtt látni és láttatni ebben a kollekcióban. A Dobozművek című kiállítást augusztus 6-áig látogathatják a Híros Agóra nyitvatartási idejében. Kedden este az opera irodalom legszebb kórusműveivel folytatódott a Kodály Nemzetközi Művészeti Fesztivál a Híros Agóra színpadán. A Somos Csaba által irányított Nemzeti Énekkar és a Holókői Huba művészeti vezetésével működő Kecskeméti Szimfonikus Zenekar az opera irodalom legnépszerűbb kórusműveivel válogatott egy koncertevalót. A repertoáron monumentális, hősies és romantikus darabok épp úgy szerepeltek, mint egy újra felfedezett ima a Bánkbánból. A hangverseny Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójának nyitányával indult, majd részletek hangzottak el a Hunyadi Lászlóból és a Bánkbánból. A bordalt Faragó Balázs énekelte szólistaként. Kodály Zoltán Hári János című daljátékából két részlet szerepelt a koncert műsorán. A magyar szerzők mellett két olasz óriás, Verdi és Puccini legendás operakórusai kerültek még a műsorba. A színháztermet megtöltő közönség az első percektől kezdve nagy szimpátiával és tetszéssel fogadta a remek teljesítményt nyújtó két együttest. Ráadásul is szükség volt a hangverseny végén. A héten már hazai környezetben folytatja a nyári felkészülését a Kecskeméti TL. A csapat játékosai a következő napokban három mérkőzésen is pályára lépnek majd, mindannyiszor zárt kapuk mögött.
Három nagyon kemény felkészülési mérkőzéssel teli hét után újabb edzések és mérkőzések várnak a KTR-re. A csapat ma, azaz szerdán két edzőmeccset vívott a Honvéd ellen, a hetet szombaton a Békés Csaba elleni mérkőzéssel zárják majd. Ezek célja, hogy minden játékos megfelelő játékidőhöz jusson, mindhárom mérkőzés zárt kapus. A csapattal kapcsolatos hír az is, hogy Gréci Márton Hódmezővásárhelyen folytatja pályafutását. A 23 éves támadó az NB1-ben háromszor lépett pályára, mindannyiszor csereként, utoljára novemberben. Csütörtökön, azaz július 13-án elindulnak az Európa Konferencia Liga első selejtezői is. A Kecskemét ellenfele egy lett vagy egy izlandi csapat lehet, csütörtökön pedig kiderül, közelebb kerülnek-e valamelyik lehetséges ellenfélhez. Közben elindult az online bérletértékesítés a jegymester.hu oldalon, technikai problémák miatt a személyes bérletvásárlás egyelőre szünetel. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Csökkenti 10%-kal vízveszteségét, növeli a vízellátás biztonságát és javítja szolgáltatásának színvonalát a Bácsúi ZRT Kecskeméten és Ballószögön a két település önkormányzatával közösen 1,8 milliárd forintból. A projekt eddig megvalósított elemeit és a fejlesztések részleteit ma mutatta be a Bácsúi ZRT a Kecskeméti Üzemirányító Központjában. Hárommal bővült a Benkó Zoltán Szabadidőközpont röplabdapályainak száma, így már 6 pályán élvezhetik a strand röplabda szépségeit és kihívásait a kecskemétiek. A pályaóvatón elhangzott, Kecskeméten alakul a strand röplabda új fellegvára. Vörös kód lépett életbe a héten a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnál a hőség miatt. Kecskeméten is felkészültek a hajléktalan szállók arra, hogy minden ellátottjuk, biztonságban legyen a rekkenő hőségben. Dobozművek címmel rendezett kiállítást a 75 éves Szem Adám György képzőművésznek a Hírosagóra. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a címe híros.hu. A híros híreket 21 és 23 órakor éjszaka a képújság idejében óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskeméti.tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, ez volt a híradó szerdás, te 7 órakor, friss hírekkel holnap várjuk Önöket. További szép estét kívánok, viszontlátásra! Csütörtökön az erőteljesebb gomoly felhőképződés és fátyolfelhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Összességében több helyen kialakul zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 19 fokot, napközben 31 fokot mérhetünk. Pénteken sok napsütés valószínű a gomoly és fátyolfelhők mellett. Napközben már csak egy-egy futó zápor fordulhat elő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Szombaton sok napsütés várható, csapadék nem lesz. Többnyire mérséket lesz a légmozgás. A minimum hőmérséklet 18 és 21, a maximum hőmérséklet 16 és 34 fok között várható majd.